Az ETO Futball Kft. És az Eötvös Loránd Tudományegyetem hosszú távú stratégiai megállapodást kötött. Sós Imre, a klub ügyvezetője arról beszélt, a Corvinus Egyetemmel is van egy megállapodásuk, ami a duális sportközgazdász képzésre vonatkozik. Az új együttműködés értelmében tudnak majd a klubnál fogadni olyan hallgatókat, akik az ETO-nál zajló tudományos munkába be tudnak kapcsolódni. Közismert az ETO Futball Kft. Bekerült az államilag elismert sportakadémiai rendszerben. Ennek köszönhetően jelentős mértékű tárgyi eszközfejlesztések történtek nálunk, felállt egy élettani csoport, és ennek a csoportnak egy olyan eszközpark áll a rendelkezésére, amelyel olyan adatokat tudnak gyűjteni a nálunk sportoló fiatalokról, amelyeket aztán a tudomány részére majd fel lehet használni, illetve mi is nyilván alkalmazni fogjuk tudni ezeket a játékosok fejlesztésével kapcsolatban. Az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának dékánja online kapcsolódott be a sajtótájékoztatóba. A megállapodásról úgy nyilatkozott, mindkét félnek csak a hasznára válhat az együttműködés. Csupa olyan területtel foglalkozunk, és a sporttudomány nem kell magyarázni, hogy kifejezetten ilyen, ahol nagyon szorosan kapcsolódik össze maga a tudományos kutatás, az alapkutatás és az emberi működés folyamatainak a megismerése, és ennek az alkalmazott vonatkozásai, tehát az, hogy mi módon tudjuk ezeket a tudományos ismereteket átfordítani az alkalmazásba olyan értelemben, hogy akár jobb edzői munka, jobb sportolói tevékenység, és bármilyen módon hozzájáruljanak ezek a kutatások ahhoz, hogy hatékonyabb és jobb sportteljesítmények és sportással kapcsolatos előrelépések legyenek. A jövőben majd sokkal jobban alátámasztott véleményeket mondhatnak a szülőknek és a gyerekeknek a jövőjüket illetően. Minden információt, de az információk döntő többségét megosztjuk a gyerekekkel és a felnőttekkel is, mert csak akkor lehet együttműködni, hogyha tudja, hogy aktuálisan milyen állapotban van. Akkor azt mondom, hogy igen, meg tudjuk mondani, sőt inkább óva intjük majd a szülőt, hogy az, hogy ezt a sportágat ő csinálja, ez rendben van, de nagy valószínűséggel behatároltak a lehetőségei, még akkor is, hogyha elképesztően szorgalmas és kitartó. A hallgatók és a szakemberek olyan adatbázishoz jutnak majd a jövőben a sportolókról, ami a remények szerint a későbbiekben a magyar labdarúgás hasznára fordítható. A többi között a keringésrendszert és a testösszetételt mérik majd, valamint a vérből különböző analizációkat tudnak majd végezni, hogy a terhelés hatására milyen anyagok keletkeznek a sportolók szervezetében.